Minden év február 25-én emlékeznek meg a kommunizmus áldozatairól. Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát 1947-ben ezen a napon a kommunistákkal szembeni kiállása miatt a szovjet hatóságok letartóztatták és a Szovjetunióba vitték, idézte fel a történelmi eseményeket a város alpolgármestere. Ezt követően Szűcs Sándor egykori focista történetén keresztül mutatta be a diktatúra folyamatait. Szükség volt a futball mindszenti bíborosára. Egy igazán ismert, közkedvelt személyiségre, hogy rajta keresztül is bemutassák, bárkit le lehet darálni, bárkit el lehet tüntetni. A lényeg ez, bárkit. A diktatúra áldozata volt családjával együtt a dávodi származású Simon Pál is, aki versekben, prózában írt az életéről. Írásaiban kihangsúlyozza, hogy parasztember, vagyis közvetlen kapcsolatban él a természettel. Ebből a harmóniából fakad a művészeti tevékenysége is, mondta dr. Muncik Dénesné. Sokkal jobb, hogyha egy konkrét ember sorsán keresztül az ő élet történéseit elevenítjük fel, mint hogyha száraz történelmi adatokat citálnánk, hisz a személyes sorsok mindig közelebb hozzák a történelem adott történéseit a mai élőkhöz. A szerző tagja volt a Bajai Sugó irodalmi körnek, aminek a vezetője akkor Ablonci Ágnes volt. Mint mesélte, már idős ember volt Pali bácsi, amikor megismerte. Miután birtokos családból származott, a felmenői révén, de már abból neki semmi sem maradt, és mégis meghurcolták, kuláknak bélyegezték őket, és minden módon szorítások alatt voltak. És a legkeservesebb csalódása épp az volt, hogy akikkel együtt nőtt, akik tudták, hogy ugyanolyan szegényen nőtt, és ugyanolyan egyszerűen élt, pont azok fordítottak hátat, és engedtek annak a hatalomnak, amelyik őt megcsúfolta. A kéziratok a szerző halála után 12 éve jelentek meg magánkiadásban, unokaöccsének, Simon Józsefnek köszönhetően. Átlapoztam, megismertem, hogy ő mit is akart, és teljesen világos volt előttem, hogy ő egy kötet kiadására készült. Mindig újra kezdte, másolta a verseit, újakat írt, és ő meg is adta a kötetének a címét, hogy Lila Kankalinok. A rendezvényt megelőzően a város vezetői koszorút és mécseseket helyeztek el a déli kertben a kommunista diktatúra áldozatainak emlékművénél.